A Csácsó Micsi ötészt a csokoládé szavaztok, gyerekek, üdv a csatornán, képer jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 22 gameplay sorozat következő részével. Amint látjátok, már április van, úgyhogy nagyon le vagyunk maradva. Nem is tudom, hogy mit fogunk egyáltalán vetni ebbe a földbe. Meg kellene nézni, ugye, hogy nyugodjunk meg először. Egyébként mivel április van, már nézzétek, már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hajtalak ki a rügyek a fákon, a kipör megmegy be a bunkallóba, hogy meg tudjuk nézni, ugye, hogy mégis, miket egyébként itt már én böngésztem, várjatok, nézzétek, már csomó fajta, van már bálázás, igen, jó, ez volt az előtt is, van már gyomlálás, nézzétek, gyomlálni is lehetne, meg mi már új fajta melók érkeztek, ide például ugye, hát igen, igen, mi a gyomlálás érkezett, most már ugye ezt is lehetne csinálni, de a keeper nagyon sok pénzt kellene gyorsan csinálni, egyébként írtátok, hogy volt egy játékautó a hídnál, ahol átmentem, csak az a baj, hogy azt nem tudom pontosan hol van az a híd, ahol én átmentem, egy csomó hídon átmentünk, de azért majd megpróbáljuk nézni, hogy a hidakat, ahol közlekedtem, az nehogy kivéletlenül kihagyjak egy darabot. Az izét akartam megnézni én igazából, hogy hogy működik ez a, hol van egyáltalán, hogy mit tudok vetni, meg mit nem. Itt van, ugye? Április, aha, itt van a, várjál, betakarítási ültetési időszak. Hú, gyerekek, amit tudok majd csinálni, búzát tudok, ugye? És árpát, igen. Azt tudok, ugye, mert abban van őszi, meg van tavaszi verzió. Hát ugye áprilisban egyelőre ezeket tudnám, csak azokat valószínű, hogy nem fogom tudni. Viszont olivabogyót, nyárfát, füvet és olajeretket, azt tudnék szinte egész végig. Ja, figyeljetek, meg kellene csinálnunk, le kellene kultiválni ezt a területet, meg lehet, hogy kell, úgy de jól néz ki egyébként, jaj, de jól néz ki, hogy most már ki van, így szépen sutyanva. Gyorsan lekultiváljuk ezt a területet, nem véletlenül vettük ezt a barha nagy kultivátort, egy picit megbántam, mert már mutatok valamit, hogy a boltnál, ugye azért betartjuk ezeket a szabályokat, tehát így játszunk, a boltnál, most már ami nem is a boltnál van, de a boltnál van, csak az itt van, az építkezéshez kaptam tőletek egy nagyon jó disznóolat, ami direkt ilyen háztáji disznóol, várjátok, mindjárt mutatom, állatok, és ilyenkor hol vannak a modoltak? Mert elvileg, ja nem, sertések várjál, és van egy olyan, hogy háztáji disznóol modként bekerül, de hol? Hol van? Itt van, háztáji disznóol mod, gyerekek, és az izébe kerül csak, ez csak 10 000 bekerül, és csak 10 darab disznó fér bele, és ilyen nagyon pici, ilyen tipikus talicska van mellette, meg ilyesmi. Meg még mutatni akarok nektek valamit, hogy még mi került be a játékba, ugye a letölt tartalmak azok itt vannak? Igen, mutatom is, srácok, mutatom. Kézi szerszámok, mondtátok, hogy akkor a disznókat úgyis el kell látnom, akkor hogyha addig nincs homlokra rakodom, akkor bekerült lapát, talicska és vödör a dolgok közé, meg elvileg van valahol egy vödör, amit nem látok most hirtelen, de biztos itt van egyébként a vödör, amik ilyen nagyon minimál áron vannak, mint a valóságban is, viszont nagyon nehéz velük dolgozni természetesen, meg elvileg került egy nagyon régi kasza, amit szintén ti küldtetek, hogy ha esetleg akarok a kaszálni, akkor ne legyen olyan túl drága, meg még ráadásul itt van ez, 3500-ba fáj, mindjárt megnézzük, hogy hogy néz ki, ez ilyen nagyon-nagyon retro, ugye konkrétan ez úgy van, hogy semmilyen meghajtás nem is kell neki, csak a kerekek hajtják, ugye egy áttétel segítségével a hajtja a pengét. Jó! Oké, srácok, viszont dolgozni kellene, mert különben nem megyünk semmire, le kellene kultiválni ezt a területet, úgyhogy vigyázni kell egyébként, mert rájöttem ugye, hogy nem kell terület létrehozása ahhoz, hogy én itt elcsesztem a dolgokat, mivel ugye ez az egész az én területem, ez létre van hozva már, szóval nehogy véletlenül össze-vissza működjenek itt a dolgok. Na gyerekek, veressük neki, mint a... tudjátok, hogy mi? Veres egyházi. Na, indulási van, kezd koszosodni egyébként a gép. Kultiválásnál mondtátok, hogy ott nyugodtan ugye letapos, vagy nyugodtan körbehúzhatom, szokták, úgyhogy körbehúzzánk, meg ott nem is muszáj kiemelnem az eszközt, úgyhogy ahogy esik, úgy puffanik, csaphatod neki keeper, kultiválásnál nincsen ilyen probléma. Gyerekek, ez miért ilyen koszos ez a kultivátor? Hát még nem is használta. Na, mindegy, csapjad neki,
mondjuk nem telep, vagy ország, né. Mondtátok egyébként az MTZ-nél az nem úgy működik, hogy a... hogy most a... mitől 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es terem van, meg van külön országút, vannak bizonyos sebességek, amik ugye terep, és vannak olyan sebességek, amik országúti sebességek, szóval ez inkább így működik. Na, figyeljetek, az a szitu, hogy én ezt így most kiemelek, aztán visszafordul a kokosba, ugye a nyakamat nem tudom áttekerni, az egy kicsit furcsa, visszafordulunk kokosba, kellene pénzt csinálni, az, az igazság, hogy ugye el kell készíteni a földeket is, de leginkább a pénzcsinálás, amire rá kellene függni, úgyhogy ma pörögni fogunk, mint a trágya szóló gyerekek, nyomjuk neki a kultiválást, amit bírjuk, ahogy nem. Legyen lekultiválva ez a terület, és hogy ugye, hogyha tudok majd vetőd venni, akkor azt is meg tudjuk csinálni. Csak egy baj van, hogy én inkább rájöttem, hogy nagyon szeretnék disznókat, mert az is egy tök jó dolog lenne, hogyha abból esetleg, ha lenne egy kis plusz pénzünk, hogy a disznókat ugye fölneveljük, utána meg el tudnánk adni. Úgyhogy ez is egy kicsit így, rá vagyok függve erre a dologra, talán még jobban, mint most a növénytermesztés, de hát ugye növénytermesztés is kellene, mert a disznóknak kellene valami kaját is adni, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy fog megmívelődni, de hát próbáljuk meg, csináljuk gyerekek. Én gondolom őszintén egy picit rápörögtem, most már így elérhető közelségben vannak számomra a dolgok, és emiatt egy kicsit így rá vagyok függve, hogy csináljuk, csináljuk. Kihúzzuk, amennyire lehet. Hogy kiemeltünk, oké. Jó, hogy ilyen nagy helyeket hagytam, látjátok? Mert így akkor tudok szépen fordulni a föld végébe. Olé! Olé! Nem baj, hogyha teljesen nem húzom le, majd lerüllőzzük a végét okosba, igazából előre is le lehetett volna csinálni, és akkor ugye azon tudsz fordulni. Tudom, hogy a kultiválásnál ugye akárhogy is tudod csinálni. Nem muszáj úgy csinálni, a szántásnál írtátok, hogy a szántásnál csináljad úgy, keeper, hogy a szántás legyen az úgy, hogy az mindenképp kihúzod és a végén düllőzöd. Az a lényeg, kultiválásnál, vetésnél nem számít, hogy melyiket csináld, de először nem számít, hogyha rátaposol. Lényegtelen konkrétan. Úgy kiemelünk. Gyerekek, nagyon jó, hogy hagytam a föld végébe, látjátok helyet, nagyon gyorsan, szépen lehet dolgozni. Hatékonyan dolgozunk, gyerekek. Hatékonyan. Kicsit vissza kéne tolatnom mondjuk, vissza kell váltani. Bár mondtátok, hogy van valami opció arra, hogy ugye tudok irányt váltani, ha akarok, az nincs nekem beállítva, sajnos, várjál, megpróbáljam. Space-szel tudok, írtátok, hogy a space-t használjam nyugodtan, de azt rá kéne valamire állítanom, és akkor ugye az mégis jobb lenne, hogy a space-szel tudok én olyat csinálni, hogy tudok irányt váltani, ha akarok, de a kormányom kéne valamire ráváltani, akkor nem kell ugye visszakapcsolnom 8. fokozatból, és úgy kell, nem, és úgy függvercet kapcsolom, hanem tudok egyszer irányváltást is alkalmazni. Ez viszont nagyon jó, köszönöm szépen az ötletet. Igen, április van, meg vagyunk csúszva gyerekek, de hát ugye kell eszközöket venni, ami sajnos ugye nincsen. Úgyhogy emiatt egy kicsit nehézkes a dolog, de viszont a mai részben én meg eléggé sok mindent szeretnék belesűríteni, szeretnék pénzt keresni. Mert akarok a disznó tartást így meg akarom valósítani. Ha kell, veszünk nekik majd kaját, gyerekek, tápanyagot. Annyit lehet, hogy meg fogok csinálni, hogy lesz rendszeresítve egy targonca a boltnál. Mert ugye általában, amikor van egy ilyen bolt, ott van targonca, valahogy azért általában föl szokták rakni a portkocsira esetleg a raklapot, vagy valamit, meg akárhogy is leküzdöm, meg tudom oldani, nem akarok berakni, ugye. Ez nem az a játék, ahol ilyen különböző szuper erőmódot fogok használni, hanem ugye a szimulátor jellegbe fogjuk csapatni, mint az őrültek, gyerekek. Jó, mehet is le. Jó néz ki egyébként ez a kis kultivátor. Mennyi baze? Nem bírja, gyerekek? Visszacsapjuk egyet. Nem bírja, nem menet közben raktam le, azt már mindjárt izét sírt a szája érte, hogy nem annyira akar menni. A sebességi fokozatokat ne nézzétek, mert ugye ahhoz, hogy látjátok, hogy 15-tel viszi ebbe a 7-es fokozatba, ami most pontosan fejből nem tudom, hogy MTZ-nő országúti fokozata vagy nem. Készítő sajnos nem csinálta meg tökéletesre ugye ennek a váltó részét, de hát
engedjük el szerintem azt, hogy most ennek hogy kell pontosan lennie. Bár nem szívesen engedem el, mert igazából ha ez a szimulátor, akkor jó lenne, hogyha ezek pontosan lennének kivitelezve. De hát ez nem így van sajnos, srácok. Jó. Egyébként kezd fogyni az üzemanyagunk, arra is egyébként kell gondolkozni. Ugye van 20 literes karnánk, azzal el tudunk menni a kutra, ha kell, akkor a biciklivel is. Egyébként beraktam a manuális üzemanyag töltő módot, tehát már a kuton is csak úgy tudsz tankolni, hogy rendesen le kell venni a pisztolyt, és elvileg akkor úgy tudjuk megtankolni a gépeinket, ami szerintem megint frankó, mert a valóságban se úgy van, hogy válsz a kutra, aztán beletereportálódik az üzemanyag tankba. Na, menjünk gyerekek, mi van, fárad az MTZ, vagy mi történik itt gyerekek? Jó, meg lesz a kultiválás. A trágyázást mindenképpen meg kellene csinálni, ugye a szántás után jobb lett volna, de egyefene még jó lenne. Viszont ugye én szerves trágyát akarok használni, kicsi gazdaságok nem használtak nagyon műtrágyát, esetleg most már ugye ezekben az időszakokban kezdenek, de az lenne jó, hogyha tényleg disznót tudnék tartani, és azzal meg tudnám oldani a szerves trágyát, és azzal valahogy ki tudnám juttatni, valami olcsó szerves trágya szóróval tudnám megoldani a dolgokat. Úgy gondolom, hogy az lenne így nem csak frappáns, hanem úgy lenne hiteles az egész. Próbáljunk meg tényleg, tudom, hogy igen, szimulátor jelleggel játszunk, egy csomó mindent ugye betartunk, de azon kívül most már kellene egy kicsit igyekezni, mert ugye úgy beszéltük meg, hogy minden egyes rész egy hónap, de hogyha ezt így csináljuk tovább, akkor nem fogunk tudni elvetni semmit. Maximum olyat, amivel igazából nem vagyok előbbre, olyat kellene ugye vetnem, ami majd a disznóknak jó lesz. Ha kell mondjuk, akkor veszek ám a disznóknak kaját, szóval azzal meg tudunk egy darabig, el tudunk lenni. Tehát az lenne jó, hogyha mi termelnék meg a disznóknak a kaját. Egyébként úgy gondolom, hogy így az elején, ha nem is ilyen földvásárlásra helyezkednénk rá, mivel azért elég sok pénz kell ugye az elején. Az elején egy ilyen disznótartásos dologba gondolkozok, ugye nagyon sokan csinálták a régi világban azt, hogy disznókat tartottak, meg a mai világban is, de ugye főleg kisebb, nem gazdaságok, hanem házaknál is ugye tartottak disznót, nálunk is tartottak, és az a kis disznóval, azt szerintem tök jó lenne, meg az ilyen kis talicskával, meg mindennel ugye adunk neki kaját, meg dolgokat, ugye itt nem az a lényeg, hogy itt megváltsuk a világot az első három részben, hanem szimulátor jellegbe játszunk, realisztikusan, és a realisztikus játék élménye szerintem hozzátartozik, hogy nem egy év alatt leszünk milliárdosak, hanem először kicsibe kezdünk, és akkor utána majd úgyis fog fejlődni ez a gazdaság. A disznókból esetleg össze tudunk majd kavirnyolni annyi pénzt, és a disznókért is természetesen el kell mennünk majd, hát nem lesz az, hogy ide teleportálódnak a disznók, ugye? Arra is egy kicsit majd szentelünk figyelmet. Egyébként ez az MTZ, ez nagyon jó erre a földmunkára, mármint egy ilyen kicsi gazdaságban, egy ilyen nagy kabinos MTZ, nincs is olyan klausztrofób érzésed, mint egy kis kabinosban, szépen el tudsz vele dolgozgatni. A föld szélét akkurátusan szépen mindjárt megcsinálom, hogy akkor már jól nézzen ki. Azt hiszem, hogy jó is lett, jó van, oké, le van kultiválva, szépen itt a végén kiemelünk, aztán lehúzzuk keresztbe szépen. Ledüllőzzük úgymond. Úgy, né, lemegyünk, kimegyünk a végére. Gyerekek, hát megy ez mind az ágyba szarás, most már azért ráéredett a keeper. Itt van mondjuk egy sor még, amit meg kell csinálnom, de először akkor húzzuk le a keresztbe, jó? Mindenképpen arra figyeljünk, hogy ne csináljunk nagyobb földet, ugye területek létrehozásának engedélyezése nem is kell ahhoz, hogy nagyobb földet csináljak, mivel ugye ez az egész az enyém és az egész, csak annyi, hogy fűvel van ugye belőve. De mi megpróbálunk figyelni, hát a valóságban se úgy van, hogy területeken létrehozásának engedélyezését bármit be kell kapcsolnod kinn a földön, emiatt itt is a valóság, vagy itt is úgy csináljuk, ahogy a valóságban, tehát nem kell azt hozzá. Ha túlhúzod, akkor elcseszted, ugye? Na most egy szó, köszönöm szépen, hogy írtátok, hogy a szó közzel, a space-szel tudok egy irányváltást alkalmazni, és akkor nem kell itt folyamatosan, sőt, vissza is tudhatnék az elején, ezt akkor nem kell ide, nem kell újra jönnem. Jó,
megcsináljuk még egy csikot, lehúzunk, megcsináljuk a másik végét, itt van még egy csika, erre fel eljövünk, és akkor kellene valami pénzt keresnünk, de nagyon gyorsan, hogy a disznóulat, meg a disznókra, meg erre a lapátra, meg a talicskára legyen nekünk pénzünk, mert szükségünk van. És ez nagyon jó, mert így az irányváltás után ugyanoda visszakerül a váltó, tehát a, például most ugye 7-es fokozatban. Jó van, gyerekek, úgy érzem, hogy jók vagyunk. Jól működik az egész, elmaradt múltkor a live, nem tudom, nagyon sokat gondolkodok, hogy csináljak egy TikTokon live-ot, mármint így meg tudnám csinálni, de igazából a felvételt akarnám ugye, vagy fel akarnám venni, nem értek, nézzük meg, megcsináltuk ezt frankon. Ugye ilyenkor rámehetünk erre a területre, mondtátok, hogy itt no probléma, szerintem meg is vagyunk, átmegyünk a túloldalra, egy országot 9-esbe. Azt mondtátok, az a 9-es az mindenképp országút fokozat, úgyhogy ez, azt jól mondja végre a keeper. Oké. Okay. Ez az. Ja, itt ezt a felét is le kéne húzingálni, itt is azért vannak problémák, úgyhogy ide betolatunk mindjárt, aztán megcsinálja a keeper. Van egy ilyen domb sajnos, de hát nem akarok nagyon hozzányúlni. Oké. Okay. Úgy, vissza. Egész kellemesen kezdem érezni egyébként ezt a belső nézetbe játékot. Ma néztem egy srácot, képzeljétek, írjál ide léci, hogyha ha nézed a videót. Mármint egy TikTokon live volt egy srác, és ezért, és ugye TikTokon nagyon sokan live-olnak úgy, hogy kamerát kiteszik, és akkor látszik a kijelző. És csak a monitor látszott neki. Akartam írni ki már közben, de ugye elmaradt, hogy nagyon kevesen nézték. És azt mondanám neki, azt ajánlanám neki, hogyha így live-olsz, hogy mindenképp, ha már egyszer a monitort veszed, tehát nem egy streaming programmal veszel fel, hanem a monitor live-olod telefonos kamerával TikTokra, akkor ajánlom mindenkinek, meg őnek is, hogy akkor már úgy vegye, egy G29-e volt egyébként a srácnak, mondta, hogy édesapja lement a városba, és őtőle kapta. Egyébként nagyon büszke lehetsz édesapádra, hogyha leugrott és vett egy G29-et, mert azért az egy epic jó kormány. Na mindegy, akkor már úgy streamelje valaki szerintem, hogy látszon az equipment, tehát akkor látszon a kormány, a váltó, úgyis ugye belefér, mivel ugye állítva streamelnek TikTokon, és úgy ugye fölülső részen lenne a monitor, az alsó részen meg ugye ott lenne, hogy kezeled az eszközöket. Szerintem úgy és mindenképpen jobb ez a dolog, hogyha úgy streamez. Főleg, hogyha egy G29-ed van, azért az jó kormányra nyugodtan büszke is lehetsz. És ez nem nagy képűség ilyenkor, hanem miért ne? Nem kell elrejteni, hogyha van valakinek bármi ha rejteget valaki valamit, akkor ott inkább az van, hogy persze szerénynek kell lenni, de azért szerintem az, amikor valakinek vannak dolgai, és azt így elrejti, nem szerénységből, hanem csak valamiért, ott inkább valami mismásolás szokott lenni. Nem is tudom, mi a srácnak a neve, vagy nem is srác, hanem a Kristálnészes csávó, biztos vágjátok, hogy ki az. Kristálnészes csávó, nem tudom, mi a neve, basszus. Valamilyen Jakob András, vagy nem is tudom. Na ő neki vannak ilyen tipikus, ilyen megy Dubájba, meg megy mindenhova videói, és mit tudom én milyen szálloda, és mutatja mint a Ferrari-ját, meg minden lehet. Biztos ismeritek egyébként, hogyha lehet, hogy sokan nem. Na, aki nem ismeri, annak is így mondom, hogy ő így tök fölvállalja, hogy mit tudom én, van ennyi pénzet, csinálja ez, megy ide Dubajba, Malajziára, ilyen autója van, olyan autója van, és ezt kirakja, és ő egyáltalán nem cégyel, és figyeljetek, azért nem szégyeli, mert megdolgozott azért a pénzért, tehát ezt nem összelopta, mint nagyon sokan sajnos, ugye főleg a Magyarországon eléggé, hogy mondjam, divat összelopni a dolgokat. Jó, a gyerekek ezt lekultiváltuk, lerakjuk valahova az eszközt, arra kell figyelni, hogy az eszközt ledobom, akkor ugyanúgy bele fogunk mélyedni a földbe, de várjatok, most egyelőre kell-e egyáltalán nekem, figyeljetek, lehet kéne bérmunkát végeznem, de akkor már az MTZ-vel. Mit szólnátok hozzá, hogy az MTZ-vel végezném a bérmunkát? Ugye nem biztos, hogy elvinni azt az eszközt. Na várjatok, na mindjárt kiderül. És egyébként ez akkor a királyság. Köszönöm szépen, hogy ezt írtad, hogy a Space-el tudok
menetirányt váltani, ezt mindenkinek ajánlom, annak is, aki kormánya játszik, természetesen érdemes rárakni. Látjátok is, ez a baj, hogy konkrétan az eke az belemélyedt földbe, de nem tudom, hogy na. Jó, ezt leakasztottuk, állítsuk meg az MTZ-ét. Jó, le van kultiválva, mondhatni szerintem tök jól, itt egy kicsit kiebb jöttünk, annyi baj legyen. Amit kellene csinálnunk, meg kellene nézni, hogy milyen bérmunkánk van, meg esetleg olyan, amit tudnánk csinálni, meg igazából sok pénzt kellene gyorsan keresni, hogy meg tudjuk venni a disznóolat. Én arra abba gondolkodtam. Vagy pedig egy vetőt. Viszont gameplayen kívül annyit fogok csinálni, akkor egy targoncát fog kapni a bolt, de az a lényeg, hogy azt én nem hozhatom el onnan, jó? Tehát nem az enyém, nem adhatom el, nem csináltok vele semmit, de... Tudjátok, hogy mire gondolok, hogy mit tervel csinálni, felrakni ott a dolgokat. Nézzük, hogy mi, igazából olyan lenne jó, amelyik nagy pénzt ad, ez mi ez? Ez a bálázás, na ezt biztos, hogy nem fogom csinálni. Lehet, hogy clear-eljük, és akkor keresünk new kontaktokat, hát, hogy... Ne! Jó. Véletlenül felvettem egyet, ugye oda nézzetek, micsoda gép. Mi ez? Gyomlálás, 182-re, hát elment a francba, nem? Az a baj, hogy a New Contacthoz dobja a megbízás elfogadását, és akkor ilyen probléma lép föl. Na nézzük, van itt 6000 élmi, a bálálás az nagyon sokba kerül, ugye, mert nagyon sok, vagy nagyon sokat adnak érte, mert nagyon sok munka van vele. Viszont mi ez? Igen, megint ugyanazt kellene csinálni, ugye, és hányos területen, az 53-ason, annyira nem szívesen csinálnám, melyik az 53-as terület? Ráadásul nem ugyanoda küld. Nem, az 53-as az valahol itt van, valahol. 40-53, itt van, egyébként jó egyenes terület, le kéne kaszálni meg minden, hát annyira nem füllik azzal fogom gyerekek, hogy az őrület. Úgyhogy nézzünk valami mást. Baj, hogy nem nagyon adnak sok pénzt. És nem nagyon adnak sok pénzt. Trágyázás, szántás. Baj, a bálázásért adnak nagyon sok pénzt. Nyomunk egy clear kontaktot megint, és látod, arra kell figyelni, hogy nehogy véletlen még egyszer megnyomja. New kontakt. Látod, bálázásért adja megint a nagyon sokat. Csak az a, mondjuk a bálázás balra jó, tudod mi a jó. Hogy ugye ott ad még egy izét, még egy. Van szántás. Szántás nem szívesen csinálják. A bálázás, gyerekek, 53-as terület, nagyon akarja ez a csaj, hogy bálázzunk ott. Meg kéne csinálni, gyerekek. Valahogy okosba kellene, hatékonyabban. Mert akkor igazából ez 6500-ba, 144, ugye... Figyelj, kölcsönözni kell. 53-as terület, ugye? Kell pénzt csinálnunk, gyerekek, bocs érte. Bocsánat érte, nem bocsánat érte. 53-as terület az ugyanott, ahol voltunk. Jó, mert ugyanott megyünk, és akkor a második és a harmadik helyre kell menni, a harmadik földre, ugye nem az elsőre, hanem onnan kettővel, és el kell adnunk az a szitu. Igen, biomassa energy-be kell eladnunk, viszont ott ugye tudunk extra pénzt keresni, úgyhogy ha nagyon jól megvégezzük a munkánkat, akkor kapunk, el tudjuk adni a maradék bálát. Tehát az megvan a szabva, ugye, hogy hány bálát adhatsz el, és el tudod adni a maradékot, úgyhogy azt mondom, tudunk pénzt keresni, és meg tudom venni a disznóolat. Tehát szeretnék disznót tartani, tudom, hogy még sokat kell dolgozni, kell nekik takarmány, de jó lenne, hogyha lenne annyi trágyám. Lehet, hogy ez idén, vagy pedig csak őszi össze tudunk vetni, de az a lényeg, hogy ezt saját erőből próbáljuk megtermelni, ezt a trágyát a disznókkal, és a disznókat ugye később eladva tudok úgymond üzletelni velük, ugye kicsi disznót megveszed, fialnak, azok fölnőnek, és akkor így adod el őket, úgy mint a valóságban, ez az valóságban is így ment, ugye akinek volt anyadisznója, az így tudott üzletelni, ez jó, gyerekek, ez jó. Na most egy kicsit át kéne gondolni a helyzetet, hogy mit érdemes kivinnünk, ugye? Ó, micsoda, fentünk van? Az hát zöld a szektor színe. Traktor színe zöld. Kényelem és álomvilág. Traktor színe zöld. Jó, mik vannak itt nekünk? Jó, vannak itt gépek, úgy látom. Ezelőtti jó, és ez mi ez? Ez egy vontatott kasza. És ez nem is kicsi ez a vontatott kasza, ez meg függesztett eszköz, gyerekek. Ez függesztett eszköz, úgyhogy valószínű, hogy megpróbáljuk kivinni egyszerre a kettőt okosba, belső nézet természetesen. Automata,
úgyhogy nem lesz sok gond az izével, a vezetéssel, automatával fogunk menni, és akkor egy forgatót, széna forgatót, azt akkor ki is tudunk vinni, és akkor egyszerre meg tudunk kettő munkát vinni. Ugye kasza, széna forgató, rendsodró, ezek fognak jönni, ezt megpróbáljuk kivinni instant, ugye orsúly nem fog kelleni. Jó, bekötni nem kötünk be, csak az a lényeg, hogy vigyük ki, ugye nem számít nekem most, hogy ez be van-e ködve, vagy nem. Oké. Okay. Valahol kezdem megszokni egyébként ezeket az automatákat, annyi jó benne, hogy ugye nem kell folyamatosan váltogatni, és végre nem olyan traktort kaptam, aminek a hátsó szél... De! Ez az, hátsó szélvédője, van valami munkalámpa, aminek köszönhetően... Igen, itt az a egy baj ezzel az automata dologgal, hogy ugye megfordul az irányítás, tehát hogyha féket nyomsz, akkor még jobban mész hátra. Oké, viszont itt akkor be kéne kötni a dolgok a gyerekek. Oké, meg akkor a hidraulikát is, vagy hidraulikát is, és meg a TLT-t is. Jó, a gyerekek, eresszük neki, kimegyünk akkor az 5-3-as földre, aztán várjátok, föl van emelve? Ha túl is föl van emelve, meg ugye az egy vontatott eszköz, ugye? Jó srácok, csapjuk neki. Kivegyünk, meg is tudjuk forgatni, ugye az eszközöket nem is kell behozni, szóval azt, hát mondjuk úgy lenne igazságos a dolog, nem gyerekek, ha behozná a paraszt, hát ne szórakozzál, most nem viszem be az, hogy milyen. Jó, csak most a kókosba kéne kifordulunk, a hídnál viszont megnézzük gyerekek. A kókosba, hát majd rajtunk van egy egész nagy, baromi nagy szerelvény, meg pont nem látok én. Igen, jó, úgy kilátni nagyjából. Valaki kérdezte, hogy milyen mod, bár elinkeltem neki, de azért elmondom még itt is. Jó, most ott már kijöl, kiengedsz, haver. A Real Cob Wife, vagy Real Wife Cob, az a lényeg, hogy az három szó szerepel benne, tehát a kabin, a valós és a nézet, úgyhogy ezzel tudod ezt megmondani. Ja igen, tudom, hogy ki. A Sárhidai srác kérdezte. Igen, egyébként indexelek ám de nem kell aggódni gyerekek, csak néha még benne is fönn is marad az indexem. Na, itt a hídnál mondtátok, hogy, vagy ez lehet, ennél a hídnél mondtátok, hogy itt van egy játék. Megállunk, azt megnézzük, várjál már gyerekek, jó? Itt valaki mondta, hogy a hídon, ahol mentél át, ott volt egy játék. De lehet, hogy elnézte azt a időt, most értelem én is ezt annak néztem. Lehet, hogy elnézte a srác. Én nem látok itt játékot. Abszolút-e? Ugye ezelőtt ezt kaszáltuk, mert még mindig le van kaszáltak. Szerintem ezt benézte a srác. Vagy pedig nem erre a hídra gondolt. Gyerekek, viszünk ki mindent. A font, fent, 3.14. Azt hiszem, hogy 3.14-je mentünk ezelőtt is, ugye? Jó, a disznóulat meg kéne venni, kéne lapátot venni, meg mindent. Figyeljetek, ez volt az első föld, ugye? Hoppá, el kéne itt mennem balra szerintem, várjával. Nagy függesztett eszköz, meg megy az indexem. Ez elve. Vagy nem függesztett eszköz, vontatott. Vagy ezt félig függesztettnek nevezik? Hát, nem tudom. Jó, ez az első föld, és akkor a második föld, és a harmadikat kell lekaszálni. Megpróbáljuk jobb, gyorsan, hatékonyan, de azért szimulátor jellegbe. Ugye automata géppel vagyunk, nyomjuk neki, mint a süket a kekszet, majd na figyeljetek, ez lenne ez a dolog. Ide valahova lerakom én ezt az eszközt, hogy majd később ugye ezt fölvesszük, de egyelőre most nincs rá szükségünk. Ráváltom. Leengedjük. Oké, viszont ezt a lecsatlakoztató, itt jó helyen lesz addig. Ezt meg, mindjárt megnézzük, hogy akkor ez micsoda. Szerintem beforgatunk ide. Ja, hát ez a függesztett, nem nagyon örülök egyébként ennek az eszköznek. Meg a másik oldalon nézek ki, akkor nem zavaró. Megpróbáljuk kinyitani. Álljunk meg. Aha, ez egy ilyen... és összeér középen. Értem. És kimegy oldalra? Mi a fa? Ja, ez ilyen oldalra kimegy? De ez miért jó? Várjátok, én ezt meg akarom nézni, hogy ez hogy működik. Miért ilyen sején csinálja? Ez talán egy oldalra is fogja szórni ki? Nem, nincs is régen ez csak... De, és régen van egy kicsit, érdekes. Jó van, gyerekek. Mindjárt megpróbáljuk.
Beindítjuk, azt majd odaállunk, akkor leengedjük. Várjátok, melyik az a föld? El a föld, vagy a következő? A következő, nem? Állj, bazd meg! Öf, bocs, nem akartam csúnyán beszélni, csak... Várj, fölállok ide. Nincs külső nézet, ugye? Várj, az volt az első föld, ez a második, akkor ez az. Nem mindegyeiket kaszálom, more. Na jó, akkor veressük is neki, akkor levegyünk a szélébe, aztán majd valami csak lesz, ugye? Jó, engedtem ám. Ja, hogy ez így oldalra megy ki testvére, odalézzé. Ez érdekes. Úgyhogy akkor ezzel így kell kaszálni, bazzek. Ez érdekes, gyerekek. Ez a traktor mellett kaszál. Konkrétan. Na, tudod? Tehát akkor a jobb oldali kerék mellett megy el. Szóval arra figyeljünk, hogy ez nem úgy megy, mint... Na, erre nem számítottam. Érdekes rácok, de jó van. Bazzek. Bocsa, ez kicsit vadul kormányoztam. Meg egy kicsit nem jó olyan kaszálok, de jó van, mindjárt végigmegyünk körbe, aztán... Az a lényeg, próbáljuk lekaszálni az egészet, jó? Hát, hogyha lekaszálnánk az egészet, itt meg viszont patok van, arra vigyázzunk, hogy ne nagyon menjünk be. Ez pont nem jó oldal van nekünk. Nem baj, majd... Jó van, gyerekek. Vissza kell jönni másik oldalról, hogy ne a patokba menjek. Ez nem kicsi az a föld, de azért megpróbáljuk elég gyorsan megcsinálni. Tök jó, hogy kettő eszközt hoztunk ki, és egyébként vissza is viszem őket, mert úgy valóságú szerintem, hogy az eszközöket azért nem ártana visszavinnünk. És ezekkel így kell fordulni? Ez mondjuk elég jó fordul, szóval nincsen semmi probléma vele. Na, most megcsinálom azt, amit elhagytam szélről, lehet, hogy nyomunk egy megfordulást. De mondom, és komolyan belekaszáltam a szomszéd földjébe? Az nagyon kemény, gyerekek. Próbálok. Azon gondolkodok, hogy tudok itt megfordulni normálisan. Így meg akarok fordulni, és akkor így végigmegyünk itt is. Azért, mert ott akkor le tudom húzni a szélit majd. Kb. Jó. Gyerekek, ez a kasz, ez egy elég érdekes dolog. Ez komolyan, ez így működik? Így working, hogy ez így ki... De miért rakja ki oldalra? Miért úgy kell kaszálni itt ezzel, gyerekek? Ezt már mondja már meg valaki, mert ezt valahogy nem érti a keeper. Itt meg megpróbálok kimenni, amennyire tudok. Aztán azt a szélét is kaszáljuk le, úgy vár, ne, vár annyira lehet, hogy nem kellett volna. Gyerekek. Minden darab fűcsomóra szükségünk van, gyerekek, mert ugye azt el tudod adni, azt a bálát, úgyhogy jó lesz ez. Na, itt is kivegyünk szélről, mert itt maradt. Itt nem maradt. Jó, menjünk azért. Egyébként a másikét is ugye le tudod kaszálni, hogyha a tiédbe beállok. Jó, hát mindegy. Tényleg, maximalisták vagyunk, gyerekek. Nem olyan túl messze kell hordani se, úgyhogy az is jó. Vissza kéne fordulni, aztán arra kéne kaszálni, mert így akkor tudom kontrollálni, hogy merre, hol kell erre mennem nekem. Hát a kuzok a kormányomon, mert közben mozog és rettenetesen idegesítő. Oké, mehetünk. Gyere, barátom, gyere! Kaszálunk ezzel. Oké. Okay. Ja, hát az első kerék... Okosba. Az körülbelül, igen, az körülbelül ott kell tartani, és akkor mellettünk kaszál ez az eszköz. Na, érdekes. Jelenleg érdekes, srácok. Hát biztos egyébként, hogy én vagyok a buta, és még nem láttam ilyet. De lehet, hogy nem én vagyok bele egyedül. Így, hogy... Ezt ilyen fajta eszközt még nem nagyon láttam. Egyébként van egy ötletem, és ezt javasolta egy srác nekem. Nem tudom, hogy mennyire reális. Ez az egy dolog tart vissza. Hogy mi lenne, hogyha előre felraknánk a szénaforgatót, és hátulra meg a rendsodrót. De megmondom őszintén, hogy miért nem akarom csinálni, és miért nem tartom reálisnak. Mert ugye a szénaforgatásnak nem az a lényege, hogy megforgatod a szénát, és akkor instant abból széna lesz, hanem azért forgatod meg, hogy ugye száradjon jobban. Tehát annak az a lényege, hogy azért forgatod a szénát a száradás miatt. Tehát most, hogyha megforgatom és egyből felszedem, az extrém nem lenne reális, mert hát ez nem úgy működik, annak nem annyi értelme van, érted? Annak úgy kell lennie, hogy
megforgatod a szénát, és akkor utána fedett föl valamikor. Tegyük fel, hogy most az elég idő neki, ameddig ugye cserél a gépet, meg minden, de nem. Az ugye általában napok múlva szokták, amikor megszárad, ugye a széna az nem fű, hanem az megszáradt fű. Jó van, gyerekek, jó vagyunk egyébként. Ezzel egyéb iránt megmondom őszintén, hogy ezzel így körbe érdemes szerintem kaszálni. Nem tudom, hogy más hogy csinálja, meg a valóságban hogy csinálja, mert oda-vissza nem lenne nagy értelme, mert ugye akkor nem így kellene bennem, hanem egész máshogy. Hanem akkor bemennék a közepébe a fűgynek. Esetleg amit még lehetne ezzel csinálni, ugye, hogy kimész teljesen, és átmész a túloldalra, úgy, mint amikor esetleg szántasz, vagy pedig hasonló műveletet csinálsz, és akkor ugye átmész ide, innen meg át lemész arra, és akkor ilyen csíkokba. És az durva egyébként, hogy ez 22-vel megy az eszköz, így. Oké, és akkor átmész megint. Vár ilyenkor ugye ki is lehetne kapcsolni az eszközt, de most mindegy. Átmegyünk ide, ugye nem olyan hatalmas terület, és akkor utána meg elmegyünk itt egyet. Így lehet egyébként ezzel szépen dolgozni, meg szerintem lehet, hogy így szoktak is. Így valahogy talán még értelmesebb, mint hogy egyre kisebb köröket teszel, és a végén meg már egy helyben kell forgolódnod. Így szerintem így egyébként a reálisabb. A G29-es ráccal ott TikTokon ugye írtam neki, hogy hú, szia meg minden, és akkor ugye meg is vett, és mondta, hogy én is ilyen kormányt akartam, vagy ő is olyan kormányt akart, mint az enyém, csak nem tudom, hogy miért a G29 lett neki, de mondtam neki, hogy hát szerintem jó választás volt, lehet, hogy én is egyébként, sőt, a G29-est választanám ehelyett. Ugye én elég olcsón használtam, vettem ezt, egyébként én 55 ezerért vettem, használtam, azt hiszem 50 ezerért vettem, használtam ezt, de nagyon jó állapotban volt, a srác az tényleg ilyen, van az a buszszimulátor, az OMSI, azon használta, és tényleg egy darab karc, meg egy kopás, meg semmi, egy zsirúj állapotban van, úgyhogy azért vettem meg, mert jó áron találtam, nagyon jó állapotban találtam, hibátlanul találtam. A G29 egyébként minden equipment, minden cuccal együtt, mert a srácnak egyébként, azt hiszem G29-et lehet váltó nélkül is, ugye? Ő neki ugye mindennel együtt volt, az egy nagyon drága kormány, úgyhogy ha itt vagy srác, nem tudom mi neved, bocsáss meg, akkor annyit mondanék neked, hogy legyen nyugodtan büszke a G29-edre, meg ne vágy a Farming Simon kormányra, mert a G29 az legalább olyan jó. Legalább olyan jó, na gyerekek, meg is vagyunk az arak, vagy az izével, a... Hogy nevezik ezt? Kaszálással. Megint kaszálunk, gyerekek, de ez hoz jó pénzt. Egyébként szerintem még az aratás lenne jó pénz, csak ugye az még egyelőre nem elérhető. Jó, azt hiszem, hogy le is kaszáltunk. Megnézzük ott lent. Lehet, hogy lehúzok egyet így, keresztbe csikott, mert azt hiszem, hogy nem húztam le teljesen a széléig. Azt jövünk, akkor megpergetjük az izével, szénaforgatóval. Itt az út mellett, igen, itt volt, itt egy kis rész, ez meg engem zavar, hogy itt elhagyta a képőr. Meg még az utat is lekaszálom, gyerekek, örüljetek neki, bazza, rendbe teszem itt a környéket. Ne vicceljetek. Furcsa ez a kasza, de nem rossz egyébként. Na, jó, és akkor figyelj, ha egyszer fogjuk ezt a kaszát, akkor én azt mondom nektek, hogy ez lehet, hogy érdemes lenne vissza, hogy nagyon érdekes egyébként ez az összecsukási módszer, az egész. Roppant érdekes, és akkor így visszat, hogy húzod. Ugye így most már ugye nem megy ki oldalra, hanem így már így. Igen, nagyon érdekes. Ha már egyszer rajtunkban szerintem vigyük vissza, mindenképp kell kihozni még eszközt. Ugye kettő darab eszközt ki tudnánk hozni akkor. Szükségünk van ugye a rencsodróra, meg akkor tudunk kihozni egy ilyen bála cipelő cuccot. Nincs itt izé játék, nem tudom mire gondolt a srác. Na, gyorsan. Egy indexet kicsapunk. Nagyon zavar, hogy nincs visszajelzője az indexnek itt benne a kabinba.
Bocs, haver, na menjél, menjél. Csak őszinte, az. Ja, nincsen visszajelzőnk a kabinban, egy kicsit zavaró tud lenni, de jó van. Hello, haver! Mi újság van? Ma megismernek a környéken szerintem. Gondolják, ez az a hülye, aki a putriba lakik, aztán vállalja itt jó, olcsó pénzért a traktorozást mindenkinek. Arra sem nem ette meg a nyakatokat azt. Nincs index visszajelző. Ilyen nagyon pici van ott alul látni. Most is például jobbra indexelek, de ilyen nagyon mikroméretű, meg nincs hangja nagyon. Ugye az ilyen LTS 2-ben van például, mint hogyha fakon áll leütnének egy ilyen lábast, olyan izéje van, ilyen. Ilyen index izéje visszajelzője van. Relé jó, hogy csettek bazzá. Na. Jó, akkor ezt itt hagyjuk. Ezt le is kapcsoljuk, várjál, ezt le kell hozzáengednem, hát ez ilyes. Nem kell le, ne, jó, akkor adjál meg, na. Nem kell leengedni, mert akkor ezeket az eszközöket nem kell engedni, mert azt csinálják akkor, hogy szét is nyílnak. Ja, először várasz le a időt. Kábeleket. Oké, minden. Gyerekek, hát itt nagyon izé van, nagyon meló van, nagyon meló. Na, mi kellene nekünk? Ja, a bálázót. A bálázót viszont nem tudom kivinni egyszerre. De viszont ki tudom vinni az egyik ilyen bálahordó cuccot. És viszont hallom, hogy csetteg ez a valami. Kivisszük az egyik bálahordót, meg kivisszük akkor a bálázót, jó? Ezt akkor csak egyszer kell visszajönnöm, érted? Várj, ezen van izé? Van ilyen vezeték? Ó, nem? Van, hidraulika van, mert különben nem igen nyílna szétni. Meg megy az indexünk. Jó, hát figyeljetek, próbálunk gyorsan dolgozni, büszkék legyenek rá. Nem volt régen egyébként a Farming 17-be? Olyan, hogyha gyorsan végeztél, akkor több pénzt kaptál? Valami rémlik egyébként, gyerekek, komolyan. Szóval. Mi van ma? Meddig kell ezt repülatnom? Jó, ez nem a három pontra megy, hanem oda. Bazd, beváltam a fejemet is. Na. Kardám, minden. Tök jó, hogy be kell kötni, ez tetszik egyébként. Na, csapjunk neki, az elején föl kéne emelni ezt a kutya valamit. Kutya butyán, mert le van engem. Ja, föl volt emelve? Jó, akkor mehetünk. Visszük ezt a csodálatos bálázó gyerekek. Mehetünk neki. Indexet kicsaptuk. Kicsit pörögjünk föl, mert igazából gyorsan mehetünk a traktorra, bazze. Csak csináljuk a dolgokat közben. Meg azért ne boruljunk be az állókba, nem muszáj ötte mennünk végig. Ugye? Nézzünk el. Kusba. Így, hát dinamikusan közlekedjünk, vagy valami csoda. Jó, széna forgató, nagyon gyorsan végigfutunk vele, nem tökölünk. Az elejéről ezt leakasztjuk. Ugye még két eszközt ki kell hoznunk. Na, berakjuk ezt is. Ó, nem jó fele jöttem, gyerekek, mi? Ne kell volna mennem a... Jó, mindjárt. Tök durva egyébként, hogy el kell találnod, érted? Ugye visszamegyünk, itt lesz egy Y, nem nagy gond. Ugye már, bazza, ismered a környéket, ez a durva, hallod? Ismerjük már a környéket, gyerekek. Esküszöm, ez nagyon beteg, hogy ugye mivel nem használhatom a mapot, nem használhatjuk minimapot, ezért tényleg meg kell ismerned, érted, a környéket. Na itt is vagyunk, ugye? Jó, itt vagyunk, lerakom azt a valamit, ezt az eszközt az elejéről. Hogy... Okay. Nem is kell volna bekötnöm addig. Oké, meg a bálázót is ugye valahova félre kéne csapni. Menjünk, toljuk ki a föld szélére. Jó, még. Másik földre rátolom azt, ott jó helyen van addig. Na. Hát ezen gondolkodok, hogy a szomszéd földjéről föl tudom szedni az árut. Ugye itt belekaszálhatunk a szomszéd földjéről, jobb lenne, mert egyébként lenne pénz bőven.
Lenne pénz lóvéra. Jó, lekapcsolom jeleket. Ne kéne engednem? Valószínű, ugye? Hogy nem kell engednem? Nem, mert ilyenkor a izét engedések, jó. Ja, hát hogyan engedem le, hiszen izére nem 3 pontosra megy. Mondjuk azt is tudom emelni. Elvileg. Ó, de jó. A habos sütemény. Tökéne vennünk most az eszközt. Egyébként annyira durva, hogy ugye ezt is most ilyenkor így logisztikáznod kell, hogy hogyan hogyan viszed ki az eszközöket. Ugye nem csak az van, hogy hoppá, teleportálok a géppel, ide-oda visszaugratok. Úgyhogy így érdemes szerintem. Leginkább, hogyha nagyon, nagyon bele akarsz merülni ebbe a szimulátor jellegbe, érdemes egy ilyen jelleget csinálnod. Várjál, be kéne kötnem a izéket, csöveket. Fölmászok ide. Nem érem el. Nem értem el, de jó. Na jó, van, megjöttünk. Egyébként így is szállok be, mindig meg így is szállok ki, hogy mint látjátok. Na. Kinyitjuk az eszközt, aztán hagyjál neki is annyi. Ez jó nagy. Jó nagy. Ezelőtt nem ekkorát használtam, nem? Egyáltalán nem is ilyet használtam eddig ezelőtt gyerekek. Egyáltalán nem is ilyen fajtát. Ez olyan jó, hogy tök jó megismered a dolgokat. Á, nagyon szuper. Na gyorsan ráncsuk körbe gyerekek, ne tököljünk. 15-tel lehet ezt veretni, hátra se kell nagyon nézni szerintem. Körbehúzzuk egyszer, utána oda-vissza, azt Isten vele. Jó nagy szélességbe dolgozik. Gyorsan össze. Nagyon nem érdemes, arra rájöttem, ugye annyira nem érdemes rendet vágni. Elég, hogyha egy-kettőt húzol, aztán kész. Nem kell olyan nagyon összenyomni. Tehát nem kell kettő rendbe behúzni egy ekkora földet, hanem mondjuk egy ilyen hatba behúzod, aztán igazából a bálázóval gyorsan tudod szedni a dolgokat. Egyébként a szomszédét is úgy feszedem, mint a szartám, ha engedi. Csak az a baj, hogy lehet, hogy nem fogja engedni, mert látod, belenyírtam a szomszédéba is. Ez viszont tök jó nagy pénz lesz nekem. Jó. Attól félek, basszus, annyi videót vettem fel most, ugye nyomom a izét, a Mafiát, a Max Payne-t, hogy nehogy megteljen a Winchester-em. Úgyhogy legszívesebben most megnézném, hogy mennyi helyen van, de... Ja, most itt is van, ugye, még azért jövök itt el ennyire. Na, még itt az útról is fel akarom kapni, hogyha lehet. Hát, a gyerekek, ha mindent is, hát most nagyon sok pénzt kell gyűjteni. Gyerekek, simán, simán. Elhagyhatok egy keréktávolságot, simán. Jó a bálázás, mert ugye tényleg eladhatod a pluszot. Az ugye neked van már, az a te pénzed lesz. Na, gyorsan körbe csapjuk. Jó, van egy-kétszer rencsodrózok, nem olyan túl sokszor. Azon megpróbálunk egy kis spórolni egy kis időt. Április van, gyerekek. Azt már izé, már akkora fű van be azért, hogy kaszálgik. Nagyon jó. Jó, hát ezt szerintem így körbe-körbe teljesen észszerű. Nem kell tökörészni. 15-tel húzzuk. Egyébként az izé, ez TLT lehajtással van. Ugye nagyon a régi rendsodrók voltak azok, az a tipikus, tudjátok, amit keresztbe húztad. Azok voltak azok, amik így kerékről hajtottan voltak. Nagyon sok régi eszközök egyébként, nagyon sok olyan volt, ugye úgy oldották meg, hogy a bizonyos sebessége, ha húztad, akkor megfelelő eltételezése volt ahhoz, hogy ha azon a sebességen húztad, akkor jó volt, ugye mondjuk akkor pörögtek rajta a rendsodró. Ja, az rendsodró volt, az nem szénaforgató. De egyébként az izétek, az a rendsodróztak is, meg szénát is forgattak, nem? Hogy tudod, mire gondolok, amit így félkeresztbe tudtak húzni, de várj, annak azt hiszem, hogy volt két funkciója, azt át lehetett állítani manuálisan, volt rajta egy ilyen tekerőkar. Biztos tudjátok, mire gondolok, amiben így hosszában vannak a izék, a kerekek, és lehetett a keréknek a dőlését így állítani, meg lehetett a magát, az eszközt is, hogy húzza félkeresztbe. Az azt hiszem, hogy az rendsodró is volt, meg szénaforgató is, jól emlékszem, srácok? Lehetett két funkciót annak kapcsolni, ugye? Ez valami ilyesmire emlék, srácok. Itt most meg már kiállok így, mert túl sokat kell fordulni akkor, hogyha oda visz egy körbe-körbe.
Úgyhogy ezt gyorsan leforgatjuk így. Gyerekek, nem filmet forgatunk mi, hanem szalmát hozzá. Egyébként ennek a fentnek olyan pici fordulókere van, nézi ide. Borzalmasan jó. Nem tudom, ugye ezelőtt is az a fentel voltunk ennyire ettől elájulva, de kezdem nagyon megszeretni ezeket a traktorokat. Ma, hogy lehet ekkora fordulókörünk? Figyelj, nem húzom ki jobbra. Figyelj. Kitekered. Nem is mentünk nagyon túl. Vissza, basszik. Hallod? Konkrétan mellé. Érted? Nem kell balra, jobbra. Jó, kicsi traktor meg minden, de eszméletlen jó. Jó, nagyon gyorsan kell alá szednem, mert tekerem a kormányt, mint az őrült, figyelj. Koppig. Utána vissza. Úgy. Gyerekek, ez mekkora fordulókör ez? Az MTZ-vel itt szerintem tolatgathatnénk, vagy nem tudom. Nagyon élem. Oké. Okay. A disznóolat, ma meg szeretném megkeresni az árát. Disznóolat. A disznóolat, ha a disznókat nem is, de disznóolat, lapátot, ilyesmit. Lapád, vödör, és azokra úgy kell vigyáznunk, mint a szemünk fényére, nehogy elvesztenek el. Kicsi gazdaságunk, gyerekek, mennyit kell dolgozni? És most eléggé olyan hitelesnek tűnik, hogy tényleg nem leszünk egyből milliómosok. Hát ezt egyben nem fogom tudni lehúzni, úgyhogy megyünk kettőt. Jó van, srácok. Ha már egyszer rajtunk van az eszköz, ugye megint, akkor vissza megyünk, mint az őrültek, mert igazából ha lecsatlakoztatom, meg majd fölcsatlakoztatom, akkor is ugyanannyi időbe kerülik. Meg ugye még van a boltnál eszköz, amit be kellene hoznom. Vagyis ki kellene hoznom, nem be kellene hoznom. Jó, gyerekek, oké. Okay. Csukjuk össze, aztán már mehetünk is haza szépen. Szomszéd földjét nem tiporjuk le, egyébként ugye letaposás mód van, csak szomszéd földjére ugye nem érvényes. Valamint szimulátor 22-ben bár biztos van olyan mód, vagy nem tudom. Na, küldjük neki, azt kihozzuk akkor, amit ki kell lehozni. Hát ugye pont a rendsodrókál, szóval az meg ugye úgyis ott benn van. Próbálunk egy elég dinamikusan bejutni. Egy indexet csapunk, már elnézzünk jobbra. Ilyen valami, de szerintem simán kifér. Ó, bazze! Jó van. Jó van! Jó van, gyerekek. Hát elhajtott, cserbehagyás volt. Egyébként fizettem volna. Jó, ezután jobban figyelünk. Nem láttad, hogy jövök, indexelte be, bare. Hát ez ilyen volt. Nem jött össze, gyerekek, mondhatni. Na, index. Olyosra vegye meg. Hát ez nem gondoltam volna, hogy ez... Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen csúnyán itt neki vágódó. Megmondom őszintén. Rott. Egyébként az is, azért is ott baró gyorsan mennek, ugye, mert lakott területen kívül van. Mert ha még lakott területen belül lenne, akkor azt mondanám, hogy... Hogy oké. Okay. Akkor még kivágódok, mert 50-re, de nagyon gyorsan oda tudnak érni. Na, gyerekek, akkor... És tök jó mozgolódik így is, ugye? Mozgolódik így is. Na, ide kellene férnem el, várjál, nem férek ide. Jó, pont előjöttem. Na, akkor vigyünk. Még egy eszköz. Biciklire vigyázni. Pont ki tudjuk vinni a kettő darab eszközt, ami ugye meg szükségeltetik. Az elejére ugye fel tudjuk kapni ezt. A gyerekek, ennek a fentnek a for... Ez... Ja, hát ez ugyanaz a fent volt, mint amit ezelőtt is idejeltem, dicsértem a főbe, ugye? Jól emlékszem? Ez ugyanaz a fent volt. Ez, gyerekek, ilyen kell hozzá komolyan a gazdaságban. Ez annyira epic gyors, az őrület. Már ilyen valamit akarok nézni, hogy ez mennyire van a földtől ilyenkor. Mert ugye leengedett állapotban mutatja a gép, de aztán közben nem annyira. Na, akkor rendsodró. Soha életemben nem szoktam rendsodrózni, meg kaszálni. Hát most nagyon megtanulja a képörmi. Na, bekötés. Ennek izéje nincsen. Ennek csak hidraulikája van. Na, ez pont akkor egy olyan rendszer lehet szerintem, ami a kerekekről kapja a lehajtást. Nem, bazzer, akkor ez honnan kapja a lehajtást? Izei, mert gyerekek, hidraulika cső megy, oda is. Tehát akkor ez egy ilyen hidrohajtás, hidromotorokkal működik, ugye? Jól értem. Tehát ugye ezt úgy tekeri, ezt az eszközt, van ez is, ez a megoldás,
ugye, ami konkrétan ugye ebben van egy olyan forgató mechanika, hogy az egyik csövön ugye megy be az olaj, és akkor átforgat egy ilyen, hát minek nevezzük, nem tudom, mint egy fordított kompresszor, vagy hogy lehet nevezni, hidromotor gondolom, így nevezik, és akkor ugye az forgatja meg ezt az eszközt, és ugye ott meg vissza kerül. Elvileg ez így működik. Legalábbis javítsatok ki, hogyha rosszul tudom, de szerintem ez, de valahogy ez így kell ennek lennie. Na, gyerekek, veressük ki, és akkor már nem kell több eszközt kihoznom. Most már csak arra kell koncentrálni, hogy minden jobb pénzzel eladjuk a bálákat. Vagyis hát nem minden jobb pénzen. Annyira adjuk el, amennyi. Egyébként haza is hozhatnám azokat, amiket... De igazából minek adjam, mert a disznoknak azt hiszem, hogy nem kell. Most okosba fordult, oké. Majd megtanulja a képer nagy nehezen mi. De egyébként megismerem bazza a környéket, nem hogy megismerem, már hogy úgy ismerem bazza, mint a tenyeremet. Ez nagyon durva. Na, jobb kanyar. Az elejéről már nem is kell levennünk az eszközt. Teljesen fölösleges, ugye? Hoppá! Azt hittétek, elnézem, mi egyébként én is majdnem elnéztem. De ez elejére nem kell levennünk az eszközt. Rendsodrózunk körbe-körbe, akkor is nem tudom merre sodor ez, úgyhogy ki is kellene nyitni. Mert akkor a széléről ugye befele sodratnám. Mekkora egyáltalán ez a rendsodró? Középre sodró! Aha, középre fog ez sodró. Középre húz, igen. Jajó gyerekek, ez így középre dolgozik. Ami nagyon szuper gyerekek, ami nagyon szuper. És ez jó, mert szépen be fogom tudni húzni a szomszéd földjéről is, amit ugye bekaszáltam. Mindent középre fogja húzni. Mindjárt meglátjátok. Nem ártana leengedni. Nem baj, mert kicsit helyre igazítom. Mert a szomszédét is magam részére be akarom sodoltatni, akkor már engedjük le. Mehetünk. Így még jobban is, hogyha tudtam volna, akkor még jobban meg tudtam volna oldani azt, hogy még szélesebben belenyírtam volna a szomszédébe, megmondom őszintén. Ahogy gyerekek, körbe meghúzom egyszer. Azt utána meg oda-vissza szerintem. Széléről ugye húzza be, amelyik ott oldalon vannak. Meg ugye a szomszédét is húzza át. Ó, jó lesz ez gyerekek, mindjárt bálázunk, azt mindjárt elhagyjuk. A szomszéd, vagy a izébe, szomszédbe, hát azért mondom a szomszédbe, mert itt van nem messze. Ugye? És srácok, ez jó. Így kell benyúlni a szomszédnak a izét. Mert ugye elvileg nem kaszálhatnád le, csak azért engedte le kaszálni, mivel ugye itt dolgoztunk, és átnyúlott a szomszédéba. De ugye így meg szépen össze is tudjuk majd szedni, hogyha szépen a mi területünkre lesz rendsodrózva. Na, itt is kellene valamit okozni. Egyébként nem kicsi ez a terület, megmondom őszintén. Ez nagyon nem kicsi. Jó, megyünk ám, hajtjuk a következő sort. Itt volt egy ilyen checkmat. Jó. Jó, most egy-két helyre elmarad, azon nincs gond, mert ugye azt össze tudod szedni a bálázóval, tehát azzal nem lesz gond. Ez nem problém. És akkor ugye sokkal könnyebb összeszedni a bálázóval, hogyha rendben van. Egy haszta van ugye a rendsodrózásnak. De ugye most, hogyha elmarad valahol, aztán nincs semmi probléma. Az a baj, hogy a mindegy, kanyarokba elmarad. Ezért lenne jó, azt csináldom. És mi azon mondom, nem akarok kimenni, mert kicsapatom az útra, lehet, hogy nem engedik fölszedni onnan. És nekem nagyon minél többet akarok, hogy legyen nekem. Mondjuk az pont az úton van. Remélem, hogy engedik majd fölszedni.
hanem akkor itt hagyjuk a ráncsodrót, aztán becsapatjuk a mi földünkre. Jaj, csibészek vagyunk, gyerekek, csibészek vagyunk. Viszont most lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy túlhúzzuk, aztán fogom, azt megfordulok be az csak azért, mert zavaró, hogy ennyit kell így forgolódnom, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Jó, bálázóval nagyon gyorsan összekapjuk, úgyhogy ne aggódjatok, srácok. Nem lesznek olyan csodálatos rendek, ami baj legyen. De amúgy nem is olyan csúnyák. Nem jól csinálom egyébként. Tudom, hogy nem jól csinálom, de jó. De végül is tényleg ennek annyi értelme van, hogy ne kelljen annyit szopni olyan túl sokat körbe-körbe. Ez az orra-vissza dolog, ez ennél nem nagyon fekszik. Most már rájött a keeper, de már nem akar nagyon változtatni rajta, mindjárt végzünk. Azt összebálázzuk. Ez nem a legigazibb dolog volt itt. Főleg nem úgy, hogy le van húzva már a vége. Hát akkor lenne jó ugye, hogyha túl tudnám húzni a földön, ezt szépen le tudnám úgy rencsodrózni oda-vissza, de hát ugye azt meg például nem lehet, mert itt fák vannak, ott udvar, ott patak van. Mondjuk pozz a gyerekek, rájöttem, és mondtátok is, és mindig is ezt írjátok. És tuti, hogy most is írtátok, hogy mindig nézd meg, keeper, hogy a föld milyen elrendezésbe érdemes bármilyen munkát dolgozni rajta, és ezt nem így kellett volna megmunkálnom, hanem úgy. Szabad lett volna a kérvége. Jaj, te olyan hülye vagy, keeper, egyébként most már nagyon rájöttem, hallok. Ezt olyan szépen tudtam volna munkálni, oda-vissza, hát az kellett volna, hogy nem így. Hanem úgy, amúgy, ójjaj, hát ilyen hülye vagy, ez a bajod, jó rakodógépes vagy, de nem látsz térbe, nagyon jó rakodógépes vagy, de nem látsz térbe. Ezek a mezőgazdasági vévek, ezek annyira jönnek, ki a szivára őket, gyerekek, egyet még várják előbb majd. Aj, mindjárt. Várja, mindjárt gyerekek. Egyet még ellövök egy ilyen mémet, nem tudom, akik nem nézik, ilyen, nem tudom, mindenhol egyébként ezek folynak. Facebookon, meg TikTokon, meg mindenhol, ugye ezek a mezőgazdasági tipikus ilyen mémek, ilyen rövid videók. De még van egy, ami eszembe jutott, azt el akarom lőni. Na gyerekek, jó van, össze van rendsodrózva. Egyébként ezt az útról még lehet, hogy behúznám. Nehogy az legyen, hogy itt probléma akad vele, vagy az útonban. Jó, nem sikerült, mert pont nem jó elhúzom. Na jó van, gyerekek, szerintem álljunk le, félrehúzom, azt meglássuk, hogy mi a szitu, jó? Ugye félredobom. Ugye most ezt nem köbe vinnem nekem, mert minek. Na, mutatok még egy gyerekek. Még egy ilyen mémet. F E N D T New Holland. Jó, ezt mondjuk innen nem annyira adja vissza. Okay. Menjünk. Nem látsz térbe, ez a baj. Nagyon jó rakodógépen vagy, de nem látsz térbe. Na, balazzunk szépen okosba. Remélem, hogy az útról is összekapja meg mindenhonnan, azt akkor nem lesz baj. Gyerekek, hallod, úgy megyek ezekkel a traktorokkal, mert ez a kombájn, de beszarok. Csodálatos. Így még elférünk, ugye beférünk. Ez jó, rá kell állni, mert ugye majd ére megy arra a vonószemre, vagy mi a túros lószar. Na! Kardánt is, úgy! Hidrolikát is, úgy! Na! Hidrolikát is! Ne csak a kardán. Na, menjünk előre, talán még megy is. Na gyerekek, veressük neki, mint a veres egy házi. Jó!
Akkor beindíthatjuk. Nyomunk a V-t. Itt lerakjuk el. Mi van, leraktuk? Vagy mi az anyámmal? Nem rakta le? Miért nem rakta le? Nem, már lerakta. Jó van. Indulási van? Nyom neki. Tényleg egy narancssárga a gázpedál ebben a gépen, gyerekek? Beszarok neki. Narancssárga a gázpedál. Jó, az úton mindenhol, gyerekek, a szomszédba összeszedjük, ne vicceljetek vele, hát nem izéval, nem babra megy a játék, pénzt kapunk ezért, ezerre gyerekek, pénzt kapunk ezért. Lehet, hogy haza kell rövidnem egyébként, nem, de az a baj, hogy nem fogom tudni, ugye, mivel felrakni meg lerakni ezeket a bálát, hogyha én itt izélek. Itt küzdök azzal, hogy haza-vissza, érted? És azért nem fogom hazavinni. El kell adni ők a gyerekek, mert nem tudsz velem csinálni. Na, 98-99, mivel nyitotta ki? Az éve, most már megtanulta a keeper, és egy kicsit vissza kell tolatnom, mert előtt is ugye ez problémás volt, hogy itt ilyen kupócokat hagytam. Indul meg testvérem! Várj, itt ráállunk erre, azt majd a szénsőt azt még összecsapja a keeper. Na, onnan már biztos nincsen, meg ha van, akkor ott nem akarom összeszedni, mármint tőlük jobbra. Remélem jó sok bál lesz, és jó sokat, jó keveset akarnak majd megvenni tőlem. Mármint a izé, a küldetés szempontjából. A trébb egy kicsit meglökjük. Mi van ma? Csukjad be vele. Úgy ne, végre megtörtént ez a semény, mi van ma? Ne? Raptor színe zöld. Kényelmi és álomvilág. Traktor színe zöld. Azt mire gondolod? Nem tudom, az eredeti videót nem is látva ezeknek a méveknek szinte, hogy az eredeti verzióját nem látod, mert annyi készül be, hogy mindent elittol. Ja, gyerekek, hát mi van bár itt? Már megint megtellettük. Hát hány bálát kell itt elvinnem ezzel a kotlával, hallod? Megbalondulok. Csukjad befele. Jó, alig látok ki-e. Így rakítok a tapadét a szélvédőrekre. Ugye beljebb megyünk egy csajka. Na. Jó. A ballázunk ezerre gyerekek, muszáj. Gyűjjön a pénz, gyűjjön. A disznajakat meg kell venni, máma. A keepernek a disznót meg kell venni, máma, jó, ezt össze kell kapnom, látod, ezért lett volna jó rendsorkózni, nem úgy, mint egy állat. Na látod, itt is meghagytam a kupócot, látod? Mert hülye voltál, ott a... Mármint én voltam a hülye, nem te. Na. Egyébként ez magától nem nyílik, miért nem nyíl az ki? Nem nyílik ki, ugye? Nem nyílik ki magától. Dehogy nem, bazd! Ez mi ez, hogy kinyílik magától? Hanod, a másik, az nem nyílik ki magától. Én esküszöm, nem nyomtam semmit. Automatán nyílik ki, hogy rohagy meg. Én meg itt nyomogatok mindenféle csodálatos gombot. Ó, de hülye vagy képből. Már mit csinálsz itt enne? Ne vagyunk a szélébe, aztán tényleg itt körbe mindenhol legyen összeszedve, azt akkor már utána jó vagyok. Akkor csak oda vissza kell menni. Már ott a legszélébe maradt. Gyerekek, mindent összeszedek, öcsém, ne vicceljél. Meg még ott is majd még marad, jó vagy. Nem megyünk ide. Szomszéd földjén van a balra, remélem felengedi benni, de hogy ne engedné, ne viccai. Tolvajkodunk itt, tolvajkodunk. Még volt egy kicsi, majd elmegyünk érte, nem gondjatok. A végét úgyis olyan elcseszett. Na, mindjárt megtelünk a... Jó, és kidobja gyerekek, kidobja hátul. Automatice. Ez mondjuk egy, nem egy utolsó dolog. Próbáljuk itt összekapni. Jó, itt a széliben már úgy látom, hogy nincsen. Összeszedjük a maradékot is, itt vannak ilyen szarok. Itt ide cseszte a keeper, elrontotta. Meg itt is van ilyen kupócok. Ezeket minden, gyerekek, minden darabját összekeszedni. Jó, így kell ilyen nagy ívbe menni. Különben aztán harakiri van gyerekek, nem szeri össze. Na. Kényelem és álomvilág, mi? Az van. Ó, Lári!
Egyébként elmondom nektek, kétszer csinálom már ezt a melót, de én élvezem. Nem olyan másik. Figyeljetek, igazából tök mindegy, melyik sort hajtott, nem? Ennyi már fő valamelyiken. Ezt nyomjad neki, testvérem. Hoppá. 99. Szóval az úgy. Ezt visszalököm ilyenkor egy picit, mert tényleg az a baj, hogy ott marad. És forog a kardán, nem hiszed el, hallod? A TNT-n rajta kardán a lehajtásunk, és rendesen látni egy pörög. Ezt varsz neki. Nagyon meg van csinálva itt a dolog. Hipper csak ámul, bámul. Hát ennél szarabbul szerintem világon nem szedtek még idejét össze. Balázó szénát. Itt a sarkon is, gyerekek, annyira ide cseszi a fantáziám, hogy itt nincs véletlenül, de van is. Úgyhogy arra elmegyek. Bocsánat, hogy itt kerimbózsálunk ennyit, de ezt figyeld, ide nézzél meg mennyi. Ez van 5%-nyi. Nem bírom ott hagyni. Jó, már beszól, érted, hogy ez izére van föntartva. Bérmunkára, nem arra, hogy én itt mindent is csinálok vele. Leoratom, legoszállom az egész izét. Hegyet. Ezt eladom. Ez az eszköz bérmunkára van föntartva. Ne használd másra. Hogy a szemed álljon meg. Nem, hogy ma izé. Rosszul járjál, bazzek. 96%, mindjárt üríteni kell. Jó van, gyerekek. Na, 96, 98, 100, tolassá vissza. Ott még van egy kis... De egyébként azért jó van, annyira ne szedjük össze már mindent. Tényleg az utolsó fücsomóig mindent összeszed a keeperbe, de akkora egy ideje. Akkora egy sumág vagyok. Figyelj, elmegyek a végébe, azt így oda-vissza végébe szedjük, mert így már tényleg össze-vissza kerénybózsálok, már nem lesz itt ebbi semmi jó. Na, mindjárt figyelj, lemegyünk ezen a sorra. Itt maradt egy ilyen kis pici sor. Ezután, gyerekek, nem szabad esporolni a izét, ráncsodrózást. Ezelőtt ugye milyen jó megcsináltuk, kettő sor volt az egész, hallod, nem kellett itt kerénybózsálnom körözben hosszába. Most meg mit csinálok? Belehajtok 100 km-t ezen a zsebkendőnyi földön ebbe a izébe gépben, hallod? De most nem? Tényleg. Tényleg az lesz, gyerekek, hát már izé, megmondják, mennyi üzemóra van ebbe a gépbe, mit csináltál? Mit palasztam? Mit hol? Izében, Alföldön, az egész Alföldön végig balasztod? Most remélem, hogy az egészet összekapta ott. És pont kijött. Ó, te fiú, hát nem ott maradt egy ilyen kupóc, hogy a szemed álljon meg, komolyan mondom. Rátette egy ilyen kupacra. Gyerekek, itt komolyan mondom, itt szenvedek ezzel, többet szenvedek. Nem szabad, baze, jól kell izérni, jó. Azt hittem, hogy elhagyhatom a izét. A rencsodrózás, mondom, annyira nem fontos, ezt még meg is akartam itt magyarázni. Aztán mi történt? Hallod? Nézd meg, egy kitipró itt már izét, az egész hóbeleboncot. Jó van, visszamegyek, bocs, azt a kis izét. Csikot ez, de annyira nem vagyok boldog ettől egyébként, hogy mit csináltam ide. Ezt össze akarom szedni itt a... Bocs. Kerék éppen férjen. Vagy mácsó kerék is a fér. Kapjad összefelé. Jó. Á, nem vagyok boldog, gyerekek, tényleg. Hallod? Rencsodrózást, el ne hagyd! Nagyon hülye vagy akkor. Nagyon hülye, mint a keeper. Itt le kerimbózsálhatsz, hallod? Na jó, most balra megkerüljük ezt a bálát, nem megyünk a meg össze-vissza szedem a bálákat, és hallod? Tényleg? Már ne csináld. Na mindjárt. Na, most már elkapott a harci ideg. Most már jó kell csinálni. Ittem vissza ezt a picit úgy. Azt itt már megérne, van ilyen. De arra egy kitiprom, hallod? Még a tövit is. Hát itt a fű nem nő soha életben, az biztos. Olyan izé csapákat itt vágok ezzel fenttel. Rá lekopik meg a gumik, amire ideleg végzek. De most komolyan mondom, soha az életben mindjárt nekiállok rencsodrózok megint komolyan. Hát ez egy őrület, amit itt levágok én ezzel. Mennyit kökerem, Bózsán? Tényleg azt hittem, hogy itt megúszom a... Ezzel több időt elcseszek, mint akármivel. Aztán tényleg azt hittem, hogy az annyira nem fontos, ugye? Nem, már nem. Na. Mertünk? Nem, a szart nem fontos, gyerekek. A rendsodrózás a legfontosabb.
az egészbe. Tényleg, bazeg. Nem véletlenül találták ki, a Keeper meg azt hitte, hogy okosabb lesz majd a mindenkinél. A mérnököknél, a mezőgazdászoknál, mindenkinél, akik rendsodrózást akarnak csináltatni, basszus. Én meg ittem, ó, hát persze, minek az? Hát ne vicceljél. Hogy jó az, hogyha 300 sorban van a szalma, meg széne, meg mindenhol szétcsezve. Há, hogy ne? Hát jó, já, jó. Ó, teszed annyi, mint a tiknak, bazeg. Szeme, foga. Traktor színeződ. Rendsodrózás, ne hagyjátok gyerekek, mert meg őszütök, meg vakutok, bazza. Na? Ja. Jó, már fele fődnél meg vagyunk, úgyhogy legalább, úgyhogy ne aggódjatok, meg lesz ez, csak még kicsit. Tényleg kitiprom itt a íz. Kitiprom itt, bazza, amíg a gyökerit is ennek a egésznek. Meg ott miért? Itt visszatolattam most, akkor miért nem szedte össze ott, gyerekek? Túl hamar indultam meg, lehet egyébként. De ezt a sok bálát, ezt meg egy millió év mire elhordnám. Megőrülsz. Legalábbis én biztos meg. Jó, és akkor tolassunk vissza. És akkor várni kell egy kicsit, csukorjon le a kort le, gyerekek. Az volt a baj szerintem, úgy. Lecsukordott. Jó. És mehetünk. Hát remélem, hogy sok pénzt keresünk ezzel a gyerekek, mert már a Keepernek evett az izéje. Evett az életkedve, illetve a gyűjtögetést. Hát itt is ott hagytad, persze. Mert nem, hogy tovább húznál, érted, inkább akkor forduljám akkor, amikor izéje, még rajd vagy azon a rohadt színen. Jó, gyerekek. Jó, van, aztán nem szerint össze az egész. Most azért ilyen nagyon maximalista vagyok ám, mert ugye rájöttem, hogy ugye a maradék bálát azt én adhatom el. És az ugye az ilyen plusz pénz. Ezt elér van a Keeperbe az, hogy most aztán az utolsó főszállat is össze akarja szedni. Ez meg várni kell, hogy csukódjon le rendesen. Úgy, mert különben ott marad. Jó, hogy kettő sor marad, gyerekek. Jó, van, nem lesz ez olyan problémás. Az utolsót úgyse tudod kicsapni belőle. Nem fog kijönni az Istennek se. Úgyhogy no problémo. Várjatok, gyerekek, ezt így meghúzzuk erre. Itt összeszedem ezt a csíkot, mert ez is idegesít, hogy itt maradt. Úgy. Meg összeszedjük ezt a kis pupot. Szerintem egyébként egész jó. És tényleg mindent itt össze akarok, bocs. Elmegyünk, még itt maradt egy kis csík. Ezt tényleg kitiprok én itt mindent. Ott maradt még egy kis csík. Azt is összeszedjük. Vagy itt. Ezt a kettőt próbáljuk meg. Szerintem összeszedtük mind a kettőt. Aztán akkor megyünk, egy darab sor kell lehúznunk, aztán jó vagyunk. Egy bürös fűszál ott maradt, mindjárt legszállom komolyan. Ja, itt még itt, hallod, ezt tudod mennyi? 1% se, de azért azt hiszed, hogy éppen 1% mi volt. Nem muszáj be az el. Pénz. Disznót nem veszek különben. Szépen csukódjon le. Itt andikáltunk. Ez jó, ez az automata rendszer. Meg kell hagyni. Ez az automata ürítés. Nem tudom, hogyan sikerült ezt ilyet vennem, de nem rossz. Ott még maradt egy kis fű, vagy egy kis széna, meg itt is maradt egy kis széna. Ezt is még megpróbáljuk összekapni. Jó, a gyerekek, szerintem nagyon nincsen több, nem? Most ilyen kicsi fótokban van, de hát figyelj, az a baj, hogy ugye még egy szín, balára való, az nincsen. Látod-e? Úgyhogy hiába itt küzdök, reggelig 45%-on van. Több, az biztos, hogy nem fog kijönni. Szóval, érdemes lenne elvinni őket, mert hiába is. Többet nem fog tudni összeszedni. Ugye 45%-on vagyok, reggelig járok le fel a földön, itt már nem fog összejönni semmiképpen több. Úgyhogy akkor ezt ide lerakjuk, szépen. Ez ilyen nagyon hagyományos bálázó, ugye? Ez a tipikál, amikor ugye ezek a hevederek forgatják a bálát, meg tömörítik. Jó. Úgy, kábelek. Oké, ezt meg ráraktam a lábamra, esküszöm. Na, és most akkor megjöhet még a neheze, úgymond.
Hát szedjük össze. Azt a betyár ennyi bála, komolyan mondom. Na, föl kéne venni a másik eszközt is, aztán akkor nem kell utólag. Jó, az irányítással már úgy nagyon megbékéltem, úgy tök jó. Mármint az, hogy automata, ez nagy könnyítés, először nagyon furcsa volt. Egyébként most már, hogy meg vagyok vele békülve. Space itt nem működik? De egyébként működik itt is. És az a baj, hogy a pedálok irányítása egy kicsit fordítva van írva. Meg ciripelnek a tücskök, nagyon örülök neki. Jó, ezt is bekötöttük. Oké, akkor kapjuk össze a bálákat 1000-rel. Van egy raklappal. Nem tudom, hogy mennyit fog, mennyit kell elvinnem, de az a lényeg, hogy a maradék az az enyém. Ez az én pénzem lesz, srácok. Úgyhogy annak már örülök. Kapjuk össze az elején lévő válaszat. Talán most már egy kicsit rutinosabban megy. Egy kicsit jobbra, nem? Annyira szűk az a hely, ahol ezt így be tudod venni. Jó. Döntsük magunkra, és akkor a magasság az meg stimmel is. Hol van még egy bal? Ott egy bal. Hoppá, kicsit megemeljük. Jó. Nézzük a másikat. Itt jobb oldalon jobban ellátok. Kosba. Egyébként ez maga, ez a folyamat. Egy pálavilla azért hatékonyabb. Ugye ezzel elég nehéz így felszedned. Főleg, hogyha kapkodsz. Nem szabad kapkodni. Talán. Hát, gyerekek. A no problemo, hallod? Nagyon-nagyon adja. Mehetünk a hátulra is. Jó, a 4 balát el tudsz vinni, úgyhogy annyira nem rossz szám az a szitu. Nézzük akkor. Várj, a másik oldalt nézek ki, mert itt van ez a nagy kotla. Ez a nem tudom milyen munkalám. Ja nem, az ablaktörlőnek ugye valami csodája. Hátrafele egyébként viszont tök jó, mert jól kilátunk. Viszont az automata... Ó, srácok, hallod? Hát ez ennél finomabban nem lehetett volna fölvenni. Na mindjárt itt van kapásból egy, arra rá tudok tolatni, azt még fölkapom, azt már visszük is. Visszük is, és nem tudom, hogy mennyinél engedi tényleg, mennyinél veszi teljesítetnek. De az nagyon fontos lenne, mert a maradék pálla az enyém lesz, az én pénzem lesz. Hoppá, ez meg közben elgurult, bazze. De hát nem cseszik ki a keeperrel, úgy látom. Úgy. Jó, gyerekek, akkor veredhetjük is, mint az őrültek. Szerintem egyébként nem esik le róla. Tehát lehet vele csapatni. Tök közel kell vinni. Ugye? Jó, gyerekek, hát csak nem esik le. Menjünk. Főleg azért úton megyünk. Oké, hogy földúton, de azért úton. Jó, van, nyomom is neki. Végig, föl ugye. És már ki is érünk mindjárt. Az aszfaltosra, és akkor visszük be. Ez nagyon jó lenne, hogyha egy ilyen 3-4 bálával megelégetne. És akkor a maradék pénz az tényleg az enyém lenne. És akkor, tudom, hogy ez egyébként egy nagyon hosszú rész, de megpróbálok a disznónakra rámenni ebbe a részbe. Nagyon élem egyébként ezt a belső nézetet, nagyon jó, hogy nem lehet. Somon írjátok mindig, hogy lehessen térképet használnom. Nem, nem, mert igazából az a nagy flash az egészben, az egyik legnagyobb flash, hogy megismered a mapot. Tehát itt muszáj előre. Hát a piros kocsit megvárjuk. Piros kocsit megvárjuk, azt megyünk. Jó, nem is esett le. Igen, egyébként ilyenkor balra is érdemes lenne elnéznem, mert azért elég nagy ívbe fordulunk ki ezzel a bálával. Jó, és akkor igazából
Bálok középre, szerintem ez nekem jó is lesz. Ha elég szétnyitni ilyenkor, tök jó, nem kell leraknod. Ja, 53%-ban teljesítve azt írja. Ha 53%-a átszállítva, annak nem nagyon örülök, mert az akkor eléggé sokat kell hoznom. Akkor 4-et kell hoznom, és a maradék az ennyi, hát nem leszünk valami nagyon jóba ezzel. Hol van a... Itt van a földes utam? Itt a földes utam, bazza. Hát gyerekek, micsoda! Megtanuljuk az egész térképet, hogy merre kell menni. Na, csapatási. 42. Nem is tűnik már 42 soknak. De ezt az MTZ-vel ugye nyögvenyelősen csináltam volna meg, mert az egy default MTZ, első három pontos csatoló nem létezik rajt sajnos. Itt figyeljünk, hogy az Y-nál ugye balra kellene menni. Ott vannak a báláink. Nézzük rá, hogy hány darab bálánk van, ugye 65%-ba teljesítve azt írja, nagyon jó. Van még 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab bálám, úgyhogy 4-et maximum leszállítok, és a maradék az már az én pénzem lesz. Ez nagyon jó, hogy ilyen sokat csináltunk. Viszont ugye tovább tart a munka, de így azért több pénzt jut nekünk. Ez mondjuk elég hülyeség volt így ránom, de azért megpróbáljuk korrigálni. Egy picit. Úgy. Na nézzetek gyerekek, ennél szebben nem is tudnák ráállni szerintem. Á, az annyira pontosan kell, hogy ez őrület. Hát ez nem lett tökéletes. Jó, majd a következőt, hogyha veszem fel, talán jó lesz. Na, nézzük. Inkább lassan, gyerekek lassan. Itt azért fokozottan érvényes az, hogy lassan jár tovább érsz, meg az a baj, hogy ugye előre kell hajolnom még ráadásul. Gondoltam, hogy ez nem lesz jó, de jó lesz ez, gyerekek. Oké, és egy összecsukás. Jó, és akkor mehetünk hátrafele. Nézzük, hol vannak bálák. Itt van egy, meg ott van egy, ez a kettőt, akkor fel is tudom menni. Ó, te belsebeli, Afrika. Nagyon jó ez a dolog ma. Sok pénzt keres a keeper ma. Dolgozni elment ma. Úgy, oké. Finomba. Hátrafele jobb. Hátrafele sokkal kényelmesebb. Tök jó rálátsz hátsó eszközre. Az elsőre nagyon nem. Főleg egy ilyen nagyobb traktort el sem tudom képzelni, hogy ezzel hogy tudnám megoldani, hogyha nem tudnék rálátni normálisan. Hoppá, ezt sikerült leraknom majdnem. És odébb gurult, basszus. Odébb gurult, hallod? Odébb gurult, láttad? Zörnyű volt, és megpróbáljuk, mit csináljunk. Orébb gurult! És esküszöm, ez egy orébb gurult egy abban a pillanatban, amikor odaértem. Úgyhogy ezt most cseszhetem, most állhatok rá még egyszer. De miért mozdult meg, Egyébként szerintem úgy működik a fizika ezeknél a különböző tárgyaknál, hogy vagy valami hasonló van, hogy nincs fizikája egész addig, amíg közelben nem érsz, és ugye akkor váltott konkrétan fizikai tárgyára, amikor odaértünk, és akkor elkezdett gurulni egy kicsit. Ja, jó, oké, gyerekek. Mehetünk, és akkor ezzel elvileg meg is van a munkánk, és a következő forduló az már szintiszta milyen lesz. Szintisztára milyen lesz. Mármint a pénz az eladott bála után, ami jár. De legalább nem is tudom, mert ami 6-700, nem tudom megnézni sajnos, mert ugye ott van internet, nem tudom mennyibe kerül. Mindegy, mennyibe is kerül, az a lényeg, hogy az is milyen lesz, ez egy plusz pénz, azt még elhozzuk, abból szerintem összejön még egy 3000, 6000 kijön a izéből, és bőven meg tudjuk venni a disznóolat,
meg valószínű, hogy a tolicskát is megveszik. Disznó volt, ugye hát ott külső nézetben válthatok, mivel építkezés máshogy nagyon nem valósul meg, bár van egyébként farming szimulátorhoz, képzeljétek, hogy ilyen téglákból te tudod építeni meg az objektet, amit akarsz, hát csak az a baj, hogy ott is ugye ilyen fizikával megáldott tárgyak, minden egyes tégla is ugye egymásra pakolod, nem biztos, hogy az engine nagyon örül neki, hogy ilyen különböző tárgyakat, 30 darabot egymásra, vagy még többet, mert elég nagy téglák egyébként. Szóval nem biztos, hogy az érdemes csinálni ezt. Én úgy gondolom. Tehát mindig félek, amikor sok object van, ugye. Na. 84%-ban megvan. Elvileg most már, hogyha ezt megcsinálom, akkor jó. És még, igen, a három bála már megvolt, és az utolsó bála az 705-ért még az enyém lett. Tehát még van lenni négy bálák, tehát akkor még 2800-at még be tudunk azt nézni azért, hogy azt eladjuk, ugye, hogy ilyen jó dolgoztunk, az már miénk. Tehát a korn az nagyon jó. 2008, gyerekek, még a disznókat is meg tudjuk menni, úgy látom ebben a részben. Disznókat. Csapjuk neki. Nagyon gyorsan azt a négy bált elhozzuk, visszadörgölünk falunk keresztül már ugye a bolthoz, és már is megyünk haza a biciklivel, és meg is tudtuk csinálni. Tök jó földek vannak egyébként. Legközelebb ígérem, hogy jobban meg fogom nézni, hogy melyik, hogy kell milyen földet megmunkálni, mert ugye ezt például keresztbe kellett volna, és sokkal jobb lett volna. A szélein ugye könnyen fordultam volna minden egyes munka folyamatnál, nem lett volna ekkora cseszett. És pont négy bálám van, ugye? Az tök jó, gyerekek, az tök jó. Ezt a kettőt megpróbáljuk szemből. Úgy. Gyerekek, itt nagyon kell, nagyon észnél kell lenni ennél a bála fölvételni. Mondjuk először lehet, hogy le kellett volna nyitnom ezt a szort. Ezt akkor legalább láttam volna, hogy hova álljak. Á, gyerekek, de viszont az, hogy itt ezt... Egyszerűen így se látsz rá, hallod? Így se látsz rá. Így esetleg rálátsz. Hát enélkül a valós kabin nézet nélkül egyszerűen ezt nem tudod csinálni. Mert különben nem látsz le ki, ugye. Ezt szándékosan gondolom azért csinálták így a modderek. Mert ugye, hogyha tényleg szimulátor jelleggel akarsz játszani, akkor ki kell nézned valahogy. A valóságban is bazzik ki tudsz nézni, nem? Hát ez meg lehet, hogy ez elcseszett dolog volt, úgyhogy ez hátrébb egy kicsit. Hátrébb az agarakkal a gyerekek. Jó hosszú rész mi. Bocsánat érte. Úgyis most más sorozatok is mennek a csatén. Úgyhogy lehet, hogy mondjátok, hogy kevés a farming. Úgyhogy akkor most ez így bepótolódik. Tehát ebben a részben elég sok mindent csináltunk, ja. Ha véletlen eltűnök, mármint búcsú nélkül, akkor az azért van, mert a hülye keeper nem csinált elég helyet a merev lemezén, vagyis az SSD-jén. Na, akkor hol van még bála? Ott van fönt egy, meg ott van egy, ugye? Ez a kettő van. Nagyszerű. Oké. Okay. Melyikre szedjük? Szedjük erre. Bal oldalra. Itt még viszont nem kell kinézni, ez nagyon jó. Nem arra, hülye gyerek, nem arra. Pedál, szépen, tapossad. Új, felerőtettük, jó. Nem volt a legszebb megoldás. De azért jó lett. Ez ilyen net hálóban van húzva, mi? Vagy ilyen hálóban van, ilyen műanyagban, vagy ilyen háló és fólia keverékében van. Régen mindig bálamadzag volt. Legalább volt mindig bálamadzagunk. Gyerekek, izé van, három darab, vagy négy darab bála van már még. Azt a betyár, hát akkor bazen baj van. Nem tudom valahogy fölvenni egyébként, azt ahogy nem lehetne föloperálni. Most azon gondolkozok. Nem valószínű, mi? Hogy... Így, de hülyén csinálod képpel. Most meg már meg vagyok keveredve, hogy még egy bála van. Nem tudom, hogy ezt hogy fogom megoldani. Egyáltalán.
És tényleg, van még egy balla. 700-ért, gyerek, ott rohadt meg, nem? Most azon gondolkodok, hogy... Ne, most tényleg ne kapkodjál, most már mi, már nem hiába. Te utálom. Nem jó számoltuk ki, 5 darab bál van, plusz van egy bál, de azt szerintem tényleg ott fogom hagyni. Mert 700-ba kerül, jó, mondjuk 700 is pénz, de legyen az, hogy azt nem visszük el már. Ez már nekem nem tudom sok. Sok gyerekek. És miért mész neki? Nem ennyi neki oda. Miért mész oda neki? Hiszlek el, komolyan mondom. Nem hiszlek el. Miért mész neki oda? Az hát nem. Még hogy gondolva. Olyan kis pöcse csöcse van ennek, hogy gyerekek egy válavillát nem tudnának adni, hallod? Egy hegesztetek egy üzeit, vasat be az erre. Egy másik vasra, aztán Isten áldja, nem kéne itt izé milliméterezni, de tényleg olyan milliméterezni kell itt, hogy az megvadulsz. És érted, most annyira lenn ma, hogy izé nem akar fordulni. Már megvadul a képer, komolyan. És meg a másik vége előtt, aki megfigyel. Na. Hál' Isten, megtörtént az esemény, gyerekek. Komolyan mondom, megőrülök. Ja, egy darab bála megmaradt, hát az úgyis a szomszédé volt. Jó. Na, veressük neki, és akkor ez már ugye a mi pénzünk lesz, 2008, az, hát igen, 700-at bukunk, ha azt a bálát nem biztük, de nem akarom már tényleg húzni tovább az időtöket. Már azért nem jövünk vissza, jó? Már nagyon nagy mismásolás lenne, ugye itt igazából a munkából kapnád a pénzt, csak ugye, hogyha nagyon ügyes vagy, akkor el tudod adni a feleslegát. Mindegy, gyerekek, is kerestünk 2800, nem 2800 pluszot, hanem 3500 pluszot, mert ugye egy bálát már leszámolt, meg még viszünk be négyet, az ugye 7x5, 35. Jön egy autó, ugye az a okosba keeper. Sőt, kettő autó jön, egy kékség is. Meg jön még egy, az majd szépen megvár, ha ide ér. Oké, gyerekek, úgy. Ez meg már mi pénzünk, gyerekek, ez már mi pénzünk. Hát ugye még haza kell vinni a gépet is. És haza kell vennünk, jobban mondva. Jó, akkor úgy. Oké, azt dörgöljünk haza a gyerekek ezerrel, azt mondom. Mi? Ennyit figyeljetek, változik az ár? Vagy mi van? Láttad? Nem ugyanannyi volt az első két bála, meg a hátsó két bála. Ezt mondjuk nem igazán érti a keeper, de hát jól van. Egy a fele, én hiszek neki. Egyébként nem is lett volna muszáj erre jönnem, hanem ugye mehettem volna a másik irányba. De jó, nem megyünk erre legalább. Itt nem tudom, mi van itt balra, nézzed, de ott van egy ilyen földes út befelé, és ott van egy ilyen nagyon nagy objekt. Ott, nem tudom, az mi. Viszont várjál, itt is van egy földes út, ezen is se tudok gangolni, itt lesz jobbra. Ezután az épület után, ugye? Hallod, komolyan mondom, öcsém, már tisztára vágom az egész helyet, itt. És akkor ez ugye szembe vezet egy pont a bolthoz. Gyerekek, ne vicceljetek, hallod, ez... Keeper úgy ismeri a falut már, mint rádó lenne, hallod? Gyerekek. Komolyan mondom. Most figyeljétek ezerrel ám a izéket, járműveket, vagy a játékokat, nehogy ám elmaradjon egy. Mondtátok, hogy valami hídon átmentem, akkor ott volt egy, de hát nem tudom, még nem találtam még. Nem találtam még. Hát komolyan mondom, tényleg úgy ismerem ezt a izét, ezt a környéket már, mint hogyha haza mennék. Ezeket a földes utakat, amúgy meg tök nem ismered meg, meg tök nem foglalkozol vele szerintem, hogy nem úgy kell megtanulnod, hogy merre menjél. Körülnéztünk okosba, gyerekek. Mondva, na, srácok. F, E, N, D, T. Jól van. Aj, basszus. Hülyeség. Jól van. Na. Oké. Megérkeztünk. Köszönöm szépen. Megyek, hol a bicikli? Mondjátok oda a bicikli, mert megint kockásra törte a segem, gyerekek, a izé, fent. Komolyan mondom. Traktor színe zöld, ja. Kényelem, meg álomvilág, meglátszik. Komolyan mondom, megőrülök. Gyerekek, mennyit dolgozunk, te Isten, hallod? Hát valóságban mennyit nem dolgozunk.
Azt is le kell aszfaltoztatnom, majd lesz pénzem, gyerekek, kell ide itt dolgokat csinálni. Na, a disznóvódat meg kellene ide építetni, át kell venni a lóit, van 6700-unk, meg még valami 6000-et fogunk keresni, 12000, talán még tudunk venni egy malacot is, hát legalább kettő kéne, meg ugye kellene venni neki takarmányt, meg mindenféle dolgot, meg ugye meg kéne venni a vödröket, meg ezeket is, gyerekek. Na mindjárt megnézzük, elmegyünk, fölmegyünk az internetre, aztán a idejével a Zájébe építetünk egy disznóvodat. Na, humor ez, gyerekek! Nézzük meg! Építkezés, és akkor néztük ugye, állatok, sértés, és akkor humor. Használj disznó, gyerekek! Jaj, hát ez nagyon jó lesz ide, várja. Pont nem jó helyen van az idő, az a szar, az utánfutó, azzal valamit kéne csinálni, vagy nem tudom. Ez így jó lett volna ide mellé, pont, oda lesz. Ezt az utánfutót elviszem, gyerekek. Nem tud az AI-t dolgozni, akkor vinnem az utánfutót. Futás, futás, futás be az MTZ-be gyorsan. Na, indítsuk az MTZ-t. Ja, elhúzom onnan az utánfutót. Ide lesz a disznó, le! Pibi bácsi! Oda valaki a disznó alatt. Na, kiszállás. Hát erre nem kell időt kötni. Semmi mást. Gyerekek, ezt félre is húzom, mert egyébként annyira nem használom ezt. Hát mondjuk itt jó helyen lesz, nem? Itt jó helyen lesz, állítsuk meg. Ezt le is akasztom, mert valószínű, hogy nem fogom ezt használni mostanában. Megyünk be az oldba, meg írunk megint ide az AI-nek, hogy lerakhatja a rovart. Ez mindenképp így csináljuk, gyerekek. Állatok? Sertés? Hogy gyerekek? Van disznó? És el kell menni majd disznót venni egyébként, mert disznónk attól még nem lesz, ugye? Látok, hogy tudom ezt elfordítani. De annyira akkor szokták, hogy mivel várjál? Mivel tudod ezt elfordítani, tesó? Ja, nincs pénzem, bazán. Nem vettük át a melót. Ó, várjál, várjál. Visszagyűjt. Oké. Baza, nem volt pénzünk. 13, de ne viccelj, a fizetésemet el kellett venni. Sértés? Hát talán valami lesz. Meg kell néznem, hogy fogom forgatni, vagy valami csoda. Elem elhelyezése, szabadmód választása, nem. V. Szabadmód választása, igen. És hogy tudom forgatni? Kamera nagyítása. Nehogy elforduljon be az, hogy na, ja, így jó van, nehogy lerakjam olyan helyre, ahol nem jó. Ide rakjuk a disznóla, te gyerekek, várjál. Szerintem nagyon jó lesz. Itt lesznek a disznók. Ott kell nekik vizet adni. Kutat is kell ásatnom-e? Ratt életbe, vagy pedig tóból kell hoznom. Az a vizet is kell hoznom neki, mivel vödörbe? Hú, gyerekek, nem egyszerű az élet. Na, jó van, mindegy, ide lerakom-e. Ide. Mögé el tudjak menni, ha úgy van. Fújozni, vagy valamit csinálni. Jó van, oké. Megcsináltak a disznóvulat, megrendeltem el. Hát, nagyon jó, gyerekek. Ide kell öntenem a vizet ebbe a... Nagyon jó. Kell hoznom vizet vödörbe, emegyek. Következő részben hozunk vizet vödörbe, hozzunk egy tápanyagot, nekik kaját, meg akkor elmegyünk, veszünk egy disznó. Itt lesznek a malacok, e? Jaj, de jó. Veszünk talicskát, lapátot, mindent, hogy legyen nekik, jó? Gyerekek, csodálatos. Na, akkor köszi a figyelmet, hogy jó sokat dolgoztunk ebben a részben. Mindenképpen veszünk legalább kettő malacot, nem tudom mennyibe kerül a malac, nekem menni nem tudom, mert nem tudom hol lehet venni. Itt nem fogunk menni természetesen, hát realisztikus dolgok vannak. Nekem menni malacot venni, gyerekek. Megnézzük, majd várja, hum lehet malacot venni, biztos lehet itt valahol malacot venni, ja. Hum, van itt a malac eladó, várja, állat kereskedő, itt van lehet a faluba. Ott van az ács, azzal foglalkozik, jó, hát elmegyük, megnézzük majd, hogyan állnak, hogyan lehet malacot venni. Veszünk egy kettő kis malacot, aztán majd valami sok lesz, nem? Ahogy nem. Hol van az hova kerül? Szar. Hova kerül a szar? Hm?
Hova kerül itt a szar? Sehova? Jó, itt tölök neki vizet, ételt. Kire menjenek. Jó van. Köszi szépen a figyelmet, ide a folytatás következik ezerre. Nem lesz egyszerű az életünk, de talán alakulunk jó sokat kell dolgozni. Sziasztok!